Kedves vendégeinket a magániskola 8. osztályos ballagásán. Kérem, hogy a ballagó diákoknak adják át a virágaikat. Megkérem tisztelt vendégeinket, hogy szíveskedjenek helyet foglalni. Ballagási ünnepeinket megkezdjük. A zavartalan ünneplés érdekében szíveskedjenek mobiltelefonjaikat elnémítani. Köszönjük! Hallgassuk meg a himnuszt! Harkály Valentina, Kázik Zoltán és Grácer Márton 7. osztályos tanulók, Teréz anya, Himnusz az élethez című versét adják elő. Thank you.
Az élet boldogság, ízleld. Az élet álom, tedd valóságá. Az élet kihívás, fogadd el. Az élet kötelesség, teljesítsd. Az élet játék, játsz. Az élet érték, vigyázz rá. Az élet vagyon, használd fel. Az élet szeretet, add át magad. Az élet titok, fejtsd meg. Az élet ígéret, teljesítsd. Az élet szomorúság, győzz le. Az élet dal, énekel. Az élet küzdelem, harcold meg. Az élet kaland, vállald. Az élet jutalom, érdemeld ki. Az élet élet, éljed. Az iskola diákjai nevében Grácer Viktória búcsúzik a Ballagó 8-asoktól. Kedves Ballagó diákok! Virágköntösbe öltözött ezen a napon az iskola, az osztály, a padon ott volt a tarisznya, benne a hosszú útra indulóknak járó útravaló, a hamuba sült pogácsa, a fillér, talán egy fénykép, és egy szeletke papírra írt jó tanács, ahogy ez nálunk szokás. Az iskola többi tanulói izgatott, de ünnepi arccal sürögnek, lesik a hatás, tetszik-e a díszítés. Észreveszitek-e a táblára írt üdvözletüket? A tanárok arca is, mintha más lenne ma. A gyülekező tömegben felvillan egy-egy meghatott otthoni arc, aztán becsukódik a terem ajtaja, együtt az osztály. Úgy, ahogy jobban, rosszban, drukban és felszabadult nevetésben, vitákban, harcokban és megbékélésekben, gondban, örömben, annyi éven át, de ma utoljára. Aztán felházik az utolsó csengőszó, majd a dal, és elindulsz a ballagók menetébe a többiek között. Egyre több a kezedben a virág, az ünnepségen meghitt szavak neked szólnak, búcsúztatnak, emlékeket idéznek, jó tanácsot adnak, bíztatnak, s az alma mater mindörökre gyermekévé fogad, egyforma szeretettel, akár engedelmes, jó, akár vásolt csínyekre mindig kész gyermeke voltál. De nincs ez a szép ünnep, mely véget nem érne. Ez a nap is múltá válik hamar, és beáll engedelmesen többi emlékei sorába. Majd hátrébb szorítják az ujjak, és távolodik halványul. Kívánom, hogy az itt eltöltött iskolai évetek emléke sokáig maradjon meg bennetek, és a szép emlékek fénye hosszú ideig ne fakuljon ki. Időnként térjetek vissza iskolánk falai közé, meséljetek magatokról, hogy ti magatok ne csak emlékként maradjatok meg diáktársaitok, tanáraitok számára. John Lennon örökérvényi soraival búcsúzunk tőletek. 20 éves lesz már a gyermek, álmainak fénye veszett már, de hiszi még, hogy új álmai lesznek, s álmaiért újból harcba száll. Bízunk abban, hogy mindig és mindig új álmaitok lesznek, melyek megvalósításához kívánok sok sikert és erőt és kitartást. Hallgassuk meg a 8. osztály búcsúzóját. Az osztály nevében Tokovics Dominika búcsúzik. Tisztelt tanáraink, kedves diáktársaink, drága szüleink és vendégeink! Eljött az idő, mikor nekünk is búcsúznunk kell. Egy éve, még mi köszöntünk el az akkori 8-asoktól, és el sem hittük, hogy eljön az a perc, amikor nekünk kell búcsút mondanunk. Néhány évvel ezelőtt még irigykedve néztük idősebb diáktársainkat a ballagásukon. És szinte hihetetlen, hogy ma szólt utoljára a csengő szó nekünk. Várva várt, mégis nehéz nap számunkra a mai. Várva várt, hiszen a mai nap rólunk szól.
nekünk állnak sorfalat, a mi kezünkben gyűlik a virág, ma bennünket búcsúztatnak, nehéz, mivel ezen a napon lezárul életünk egy szakasza. Nagyon vártuk, és csak az utolsó napokban éreztük át igazán, hogy mennyire biztonságban voltunk itt. Ismertük tanáraink szokásait, iskolánk rendjét, tudtuk, kihez fordulhatunk segítséget, mit hol találhatunk, kiben bízhatunk. A legtöbb 8 éven át jártunk ebbe az iskolába, azonban vannak köztünk olyanok is, akik később csatlakoztak hozzánk. Az együtt eltöltött évek alatt 6 éves kisdiákokból 14 éves fiatalokká cseperedtünk. Itt az iskolában nem csak tudást szereztünk, hanem sokféle tapasztalatot is. Barátságok is szövettek, amelyek akár életre szólóak is lehetnek. Életutunkon ez az első mérföldkő, amely meghatározza további sorsunkat. Az elmúlt néhány hónap fontos döntés egyében mérlegvések közepette telt el, ugyanis határoznunk kellett afelől, hogyan tovább, hol folytatjuk tovább tanulmányainkat. Reméljük, mindannyian jól választottunk, és megálljuk majd a helyünket. Kedves tanáraink, köszönjük azt, hogy sok mindenre megtartottak bennünket, szemet hunytak kisebb csintövéseink fölött. Bocsássák meg nyögdécselő feleleteinket, olykor erősen hiányos dolgozatainkat. Mi voltunk a hibásak, nem készültünk, nem vettük komolyan feladatunkat. Búcsúzunk Édikó nénitől, aki megtanította az olvasás és írás nehéz tudományát. Hédi nénitől, aki felkeltette érdeklődésünket a történelem iránt. Józsi bácsitól, akivel élvezett volt a testnevelés óra. Dóra nénitől, aki nem lehetett rossz dolgozatot írni. Búcsúzunk Erika nénitől, akitől megtanultuk a számítógépes világ alapjait. Ági nénitől, aki bevezetett bennünket a kémia és biológia rejtelmeibe. És Zoli bácsitól, aki fizika tudását próbálta beleverni a fejünkbe. Hálásan köszönjük az emberséget, a megértő türelmet, ígérjük, hogy az itt kapott útravalót a legjobb képességünk szerint kamatoztatni fogjuk. Külön búcsúzunk osztályfőnökünktől, Imola nénitől, aki 8 éven keresztül fogta a kezünket. Köszönjük a törődést, a türelmet és a szeretetet, amit adott nekünk. Köszönettel tartozunk neki, aki közösségé kovácsolta osztályunkat, megszervezte a jó hangulatú kirándulásokat, segített a különböző műsorokra való felkészülésekben. Problémáinkkal bármikor bizalommal fordulhatunk hozzá, odafigyelésével segítette a továbbtanulásunkat. Megtanította arra is, hogy legyenek céljaink, vágyaink, s ezeket magunknak kell elérnünk. Kedves hetedikesek, most hozzátok szólunk. Köszönjük nektek, hogy a mai napra ünnepi díszbe öltöztetétek iskolánkat, ti most átveszitek helyünket, és bizonyára arra gondoltok, hogy végre milyen jó, hiszen ti lesztek a nagyok. Nagyon jó érzés, hogy látni a szépen fejlisztített tanterminket, a gondosan elkészített világjáró batyokat és virágokat. Jövőre ti örülhettek mindennek. Sok közös élmény köt össze bennünket. Köszönjük nektek az együtt töltött vidám perceket. Kérjük, próbáljatok helytállni, szolgálmasan, kitartóan tanulni, és ne tegyetek a miénknél nagyobb diákcsínyeket. Őrizzétek meg iskolánk jó hírét, adjátok tovább hagyományainkat. Drága szüleink, köszönettel tartozunk nektek, hogy mellettünk álltatok, támogattatok és biztattatok bennünket. Igaz, nem mindig érdemeltük meg, nem mindig viselkedtünk kifogástalanul, próbáltunk sumákolni a tanulás és érdemegyekkel egyaránt. A mai nap számotokra is egy mérföldkő, hiszen gyermeketek életében lezárul egy szakasz. A félénk csetlő-botló kisgyermekből középiskolás lesz. És még nagyobb feladatok állnak előtte. Már nem foghatjátok a kezünket, de tudjuk, hogy szeretetetek, türelmetek, aggódásatok mindig elkísért bennünket. Köszönjük ezt nektek! Most a búcsúnak perciáz érve, telve reménnyel elindulunk egy ismeretlen úton, és nem tudjuk még, hogy mit hoz majd a sors, de bármi jön, nem feledjük ezt az iskolát, mely útnak indított, és az együtt töltött sok szép napot. Arany János szavával búcsúzunk. Útjaink száz felé válnak, de szívünk egy célért dobog, nekivágunk a küzdelmes mának, s építkarunk egy szép holnapot. Felkérem Maria nénit, iskolánk igazgatónőjét, hogy tartsa meg ünnepi beszédjét. Kedves ballagó diákok, tisztelt vendégeink! Iskolánk fennállásának 25 éve alatt 24. alkalommal ballagtatjuk el általános iskolai tagozatunk legnagyobbjait, a végzős 8. osztályosokat.
hol egy, hol két osztályt, kisebb-nagyobb közösségeket engedtünk ki iskolán kapuján, de minden alkalommal úgy éreztük, hogy az itt eltöltött évek meghatározó szerepet töltenek be diákjaink életében. Nem csak arról szól a ballagás, hogy vége az általános iskolának, és most már egy új közösségben kell folytatni a tanulmányaikat diákjainknak, de arról is, hogy milyen tudást, milyen erkölcsi, szellemi értéket visznek magukkal diákjaink, mit tudnak majd hasznosítani abból, amit itt megéltek, megtanultak. Akkor, amikor kisdiákként, vagy később beléptek diákjaink iskolán kapuján, sok-sok kíváncsisággal, elképzeléssel, ígérettel, álmokkal tették azt, s ma itt annak az ideje, hogy még mérlegre tegyék, mi valósult meg ezekből az elképzelésekből, mi az, amiért többet kellett volna tenni, s ha valami nem sikerült, annak mi volt az oka. A számvetés mindig segít abban, hogy a folytatás még jobb, még sikeresebb, eredményesebb legyen, további erőfeszítésre sarkal, s az elért eredmény megérdemelt örömként jelenik meg. De fontos akkor is, ha az érintett elismeri, nem tett meg mindent azért, hogy sikeres legyen, vagy megelégedett a minimummal, a képességeit jócskán alulmúló teljesítménnyel, mert a továbbhaladáshoz ez is elég, mellyel elsősorban önmagát becsülte le, hiszen olyan bizonyítványt állított ki magáról, mely nem tükrözi a benne szunnyadó tehetséget, csupán a felszínes eredményt mutatja. Az általános iskola befejezése azonban nem a tanulmányok befejezését jelenti. Ez a tény lehetőséget nyújt azok számára, akik eddig is mindent megtettek, hogy sikeresek és eredményesek legyenek, hogy képességeiket, tehetségüket igazán kibontakoztathassák, s folytathassák azt az utat, amelyet iskolánkban megkezdtek. És azok pedig, akik eddig nem feleltek meg saját és közösségük elvárásainak, most egy új esélyt kapnak, hogy bizonyítsák, bennük is megvan a tehetség, csak ez nem párosult a tudás vágyával, a megfelelő szorgalommal, motivációval. A középiskola azonban már az általuk választott tagozat vagy szakma, ahol több sikerélmény várhat rájuk, mely segíti tanulmányaik folytatását. Kis Jenő erről így ír. Nézz vissza most egy percre, nézz az útra, nézd meg mit tett, mit alkotott a munka. Nézz vissza, aztán ismét csak előre, s indulj tovább az alkotó jövőbe. Kedves végzős diákjaink, az elmúlt évek sok-sok szép emléket is hoztak. Folyamatosan részesei voltatok az iskolai rendezvényeknek, táboroknak, kirándulásoknak. Részt vettetek az énekkar munkájában, sportversenyeken, színházi előadásokon. Tagjai voltatok a művészeti iskola valamelyik csoportjának, ahol megmutathattátok, miben vagytok tehetségesek, színjátszás, tánc, képzőművészet, zene, mind-mind szolgálták a céljaitokat, különösen azokért, akik ezeket a lehetőségeket is igyekeztek a legjobban kihasználni. Bizonyára emlékeztek a Halloween versenyekre, amit osztályfőnökötökkel szerveztetek, de a farsangokra, a tavalyi nyolcadikosok ballagtatására, és sorolhatnám azokat a programokat, ahol vagy résztvevőként, vagy szervezőként, vagy csak hallgatóként, de nagy örömmel vettetek részt, színesítve ezzel a néha egyhangú tanítási napokat, tanórákat. Leonard de Jung azt írja, találkozás és búcsúzás, az élet annyi csak. Valaki jön, valaki megy, s az emlék megmarad. Ma, amikor elbúcsúztok iskolátoktól, búcsúztok osztálytársaitoktól is, akikkel sok közös élményben volt részetek, ha csak az utolsó kirándulásra gondolok is, melyben május elején volt részetek.
Remélem, hogy ezekre az eseményekre jó szívvel gondoltok vissza, s bármerre is visz benneteket a sors életetek során, mindig jó szívvel emlékeztek vissza iskolátokra, tanáraitokra, s arra a közösségre, amelytől most búcsút vesztek. Most azonban arra is szeretnének figyelmeztetni benneteket, hogy még nincs vége a tanulásnak, ma még csak egy szakasz zárult le ennek a folyamatnak. Az alapfokú iskolát ugyan befejeztétek, de az életeteket igazán meghatározó középiskolai tanulás még csak most kezdődik. A nyári szünetben pihenjetek, majd újult erővel kezdjétek meg a választott iskolátokban a tanulást. Öröm számomra, hogy sokan közületek erre a mi iskolánkat választotta, nekik is, de azoknak is, akik új intézményben folytatják tanulmányaikat, Fodor József szavaival kívánok sok sikert. Mi volt, emlékben él, s új vár, mint utad tovaléped, s éretten az évek fényeinél sokat tehetsz még, annyi szépet. Köszönöm a figyelmet. Hagyománnyá vált iskolánkban, hogy a ballagó diákok az iskola zászlójára kötnek egy osztálynévsorral ellátott szalagot, és átadnak egy cserépvirágot, amely emlékezteti fog rájuk. A 8. osztályból szalagot köt Agó Csákos, és virágot ad át Présing Melinda. A búcsúzó 8. osztály tanulói: Agócs Ákos, Bobrovár Réka, Farkas Réti Bianka, Gurmai Ferenc, Koncsik Mátyás, Kovács Viktor, Lóránt Regina, Mikó Viktor, Pozsár Bence, Présing Melinda, Rúb Géza, Sárközi Izabella, Dokovics Alex, Dokovics Dominika, Tóth Attila, Vini Rebeka. Osztályfőnök, Jó Imola tanárnő. Jutalomkönyvek és oklevelek átadása következik. Oklevelet és jutalmat szeretnék átadni Tóth Attila 8. osztályos tanulónak jó tanulmányi eredményéért. Szintén jutalomkönyvet és oklevelet kap Tokovics Dominika 8. osztályos tanuló példamutató szorgalmáért, magatartásáért. Nagyon szépen beszéltél. Iskolánkban hagyomány, hogy ilyenkor a búcsúzó osztályt nagyon segítő, kedves szülőnek is megköszönjük a munkáját. Ebben az évben elismerő oklevelet Tokovics Edit szülőnek szeretnék átadni, 8 éven át tartó segítőcész munkájáért, megköszönve iskolánk támogatását. És fogadjuk tőlem
ballagási műsorunk véget ért. Hallgassuk már a szózatot, majd kérem, hogy először a ballagó diákok, majd az osztályok vonuljanak szemeibe. Köszönöm, és további jó ünnepést kívánunk!